Kedves, szeretett testvérek! Számomra nagy öröm, hogy 15. alkalommal is itt lehetek Győrbe. Ezt a nagyszerű rendezvényt, a szeretett napokat megünnepelni. Pünkösd ünnepére készülünk mindannyiunk. És azt gondolom, hogy mai napokban, itt Európában nagyon sok ember szívébe félelem, szorongás van, aggodalom, mit hoz a holnap, hogy fog alakulni a mi jövőnk, közös keresztény jövőnk. Az elmúlt 2 hétben én Irakba elmentem, kíváncsi voltam, hogy mi is van ott. Az első dolog, ami megdöbbentett az, hogy ugye, bár tudtam, hogy ott élnek keresztények, de mégis velük találkozva valami hasonló élményem volt, mint amikor Julianus barát, ugye a keleti testvérekkel találkozott. Hát nem nemzetiségi szempontból, mert ugye ők nem magyarok, káldok, meg asszírok, de egyházi Krisztus gyermekeként testvéreink élnek ottan. Sokan és sokat szenvedtek. Saját bevallások szerint, hát az elmúlt 1000 évben több mint 12 ilyen nagy népirtáson mentek keresztül, ugye amikor az örményeket írtották, hát erről tudunk valamit, de 600 000 kált keresztényt is megöltek akkor. 2015, nem is olyan rég volt, ugye június 10-én olvastuk, hallottuk a televízióban, hogy hát a iszlám államnak nevezett magát terrorista csoport elfoglalta Moszkvút, Ninivét, az egy olyan 2 milliós nagyváros, mint Budapest. És hát ugye utána onnan a környék falvait, városait is elfoglalták. Igazából megjelent, vagy 800 dzsippel, 1500 sieder, honnan kaptak fegyvert, honnan nem. És elkezdtek Moszul utcáin száguldozni, kiabálni, lövöldözni. És hiába volt 70 000 iraki katona ottan, az emberek odaálltak, elkezdték fosztogatni az üzleteket, mindent, és pillanatok alatt ez a káosz maga alá temette a város védőit. Részben elmenekültek, részben leülték őket, és, hogy mondjam, kikiáltották az iszlám államot. Döbbenetes, hogy ilyen kevés, hogy mondjam, felforgató ember ilyen eredményesen tud dolgozni. De hát ha belegondolunk, ugye 17-ben, 100 évvel ezelőtt Oroszországban is egy lezárt vagonban néhány aktivistát, csomó pénzt, fegyvert vittek, és hát ugye egy egész birodalom omlott össze. De sajnos történelem ezt nagyon sokszor megismétli. Az emberek elégedetlenek, rossz kedvűek, és hát ugye elindul egy olyan folyamat, ami aztán már kontrollálatlan lett. 500 000 ember menekült el Moszulból, nagy részük keresztény. És a környékről is, mindenhonnan. Tehát valahogy az ember itt Európában nem érzi ennek a méretét, súlyát. Tehát egy Trianon méretű katasztrófa érte az ottani embereket. És ugye, hát az a delegáció, aminek én is tagja voltam, hosszan jártunk néhány templomot, falut, várost. Képzeljék el, egy olyan érd méretű város, ugye a főváros mellett, Moszul mellett, és hát hogy mondjam, egy lakója nincsen. Hát hosszú perceken keresztül a városba, Székesegyház felé kiégett háza, szétlőtt, felrobbantott. Mit épületek, kultúrházat, kórház, de nem kíméltek ezek semmit. 2-3 évig lakták ezt a területet, mielőtt őket kiűzték volna onnan. Ha bemegyünk a Székesegyházba, egy hatalmas márvány templom, fehér márvány. És ugye ezek az emberek ilyen fáradt olajjal, vagy mit, kőolajjal meglocsolták a falakat, mindent, meggyújtották, kiégett. Hát persze, fa nem erőst van ott, tehát ugye az épület ugye megfeketedett,
az oltár is, minden, ami kereszt volt, vagy ilyen Krisztusra, szentekre emlékeztető jelkép, azt mind összelőtték, összetörték. Persze, hogy a golyószóróval ugye a fehér márványba belelőttek, döbbenetes, hogy ez a fekete falon, azok mind egy-egy csillag ragyognak. És kimentünk az udvarra is, hát ugye egy nagy négyszög alakú udvar van, ugye egy keleti zárt udvar, és hát ezek a fiúk arra használták ezt a teret, hogy célba lőttek. Kirakták a templom fala mellé ilyen bábukat, ilyen kirakati bábukat, és arra lőttek célba. Képzeljék el, hogy néz ki ez a templom fal. Hát centikre szétlőttek ott mindent. És ahogy járkálunk ottan, hát Hölgyér György, ugye egy európai parlamenti képviselő is velünk volt, lehajol, és látom, úgy is marad. És ott a romokba, hát mindent elégettek, füst, korom, mindenütt, egy darab papír cedlit mutat. Azt írta rajta, Nadate Turbe. Tézéi énekek közül az egyik, ugye egy nagy Szent Teréznek a csodaszép imája. Semmi se bántson, semmi se fájjon. Ha Isten él benned, több nem kellhet. Bevallom őszintén, az én szívemben is ott olyan görcs volt, összeszorulás. Hát hogy lesz így jövő? Hát hogy tudja Jézus Krisztus az ő országát felépíteni, hogyha ennyi gyűlölet, ennyi harag, ennyi értelmetlen pusztítás van a 21. században is? Elmondta a főpap, hogy három papját ölték meg a bevonuláskor, és utána még egyet egy ilyen ellenőrző ponton lelőttek. Elmesélték, ugye, hogy nem csak, hogy kihurcolták azt a papot a templom elé, hanem hát lelőtték, és utána össze leöntötték olajjal, ilyen benzinnel, kerozinnal, meggyújtották, eléget, és egy pár nap múlva, amikor oda mentek, hát ugye, mikor oda mertek menni, az ember teljesen elszenesedve, a keze megmaradt, azt mondja, hogy a jobb keze három ujja össze volt szorítva, hogy igen, hisz a Szent Háromságban. És mondom, ebbe az összeszorult szívembe, ez egyetlen sor. Nagy Szent Teréz drága gondolata, semmi se fájjon, semmi se bántson. Isten él benned, több nem lekelhet. Bennem egy akkora felszabadulást, örömöt hozott. Isten nem azt kéri, hogy mi a sötétséggel harcoljunk, a bűn ellen küzdjünk. Azt kéri, hogy a szeretetet, a jóság fényét, lángját emeljük magasba. És úgy ott a tabernákulum előtt, ami az is szét volt lőve, szét volt barmolva teljesen. Úgy éreztem, hogy hát 2000 évvel ezelőtt nagy csütörtökön mit tett a mi úrunk Jézus Krisztus? Letérgyeltetett, hogy imádkozzunk, hogy bízzunk benne. Virasszunk vele. Milyen jó lenne, ha itt európai keresztények elhatároznánk, hogy igen, legalább hetente egy órát, abból a 168 órából egyet az Istennek ajándékozunk, és bemegyünk a legközelebbi templomba, kápolnába, és leülünk, és imádkozunk. Jézus Krisztus nem azt kéri tőlünk, hogy fegyvereket vásároljunk, és gyűlölködjünk, és ellenségeskedjünk, hanem bízzunk benne, hogy képes ő legyőzni a gonoszt. Isten országát ő el tudja hozni. Nem hiszem, hogy amikor a mi atyánkot odarakott, hogy imádkozunk, akkor valami fantáziát, valami utópiát akart volna velünk kergettetni. Nem, én hiszem, hogy Isten országa el fog jönni. Bízalomból, szeretetből, sok-sok imádságból. Gondolkoztam ott a szétlőtt templomban, milyen választ lehetne adni erre. És arra gondoltam, hogy megkérem én az árva gyermekeinket, a kollégáinkat, hogy hetente mindannyian vállaljunk egy-egy órát. Ugye most az internet lehetőséget ad arra, hogy felrakjunk egy ilyen honlapot, és mindenki, aki akar egy-egy órát, hogy szépen bejegyez, megjelenik egy piros szívecske,
És akkor, hogy mondjam, hát ha körbeér, hát ha egy örökös szentségimádás létre tudunk hozni, együtt, közösen azért, hogy béke legyen ezen a földön. Hogy jó testvérekként szeretetbe tudjuk építeni Isten drága szép országát. 15 évvel ezelőtt, mikor drága jó Lajos püspök atya meghívott, valahogy az egész olyan, hogy mondjam, törékenynek, sebezhetőnek, kivitelezhetlennek tűnt. És olyan örömmel tudom elmondani, hogy igen, hát a 25 év alatt felnőtt több mint 3000 gyermek, aki kirepült. És a múltkor leültem, és megkérdeztem a kollégákat, hogy tudnak-e ők, hát én nem tudok, de ők hátra tudnak egy-egy olyan gyereket, aki elzüllött, aki börtönben van, aki mondjam úgy rossz útra tévedt. És nem tudtunk mondani. Istennek legyen hála, egyetlen unokát sem nevelek. Tehát ők több száz gyerek született, de mindegyik jó, rosszul valahogy gondoskodik az ő gyermekeiről, családjáról, és hát ugye van, amelyik búzaszem százszoros termést hoz, van, amelyik tízszeres, van, amelyik még kevesebbet, de valamilyen módon igen, ez az összefogás, ez a szeretet, ez a jóság, ami alatt nem roskadtunk össze, nem törtünk össze, nem rokkantunk meg, meghozza a maga gyümölcsét. Kedves testvéreket, erre bíztatom, hogy igen, a világban lévő gondok, bajok reálisak, de ne elkeseredjünk, hanem meneküljünk a mi Urunk Jézus Krisztushoz, az oltárához, az Eukarisztiához. Olyan szépen mondja, hogy gyertek hozzá mindnyájan, akik elfáradtatok, akik az élet terhét hordozzátok, felüdítlek én titeket. De persze arra is kell gondoljunk, amikor Jeruzsálem falai előtt sírva leborul, és azt mondja, hányszor próbáltalak összegyűjteni titeket, mint kotló a csibéit, de nem akartád. Nem kaptok, mert nem kértek. Igen, testvéreim, én arra bíztatlak, bátorítlak, ugye jön a 2020 az Eukarisztikus Nagy Világkongresszus Budapesten. Készüljünk azzal, hogy minden héten legalább egy órát szenteljük az oltári szentségbe közöttünk maradt Jézus Krisztusnak. Ugye hisszük és valljuk, hogy ahogy Mária igényére Isten emberé lett, ugyanúgy a plébános, a püspök, a hívek igényére Krisztus ugyanaz az Isten kenyéré, borrá, eukarisztiává lesz. Minden egyes templom, hát betlehemi barlang, minden egyes szemmise karácsony éjszakája, minden egyes oltár betlehemi jászol, ugyanaz az élő Isten jön közénk. És nem azért, mert, hogy mondjam, unatkozik a mennyek országában, hanem azért, hogy gyertek hozzá mindjárt, akik elfáradtatok, hogy felüdítselek titeket, hogy életerővel, lendülettel, bátorsággal, hittel, jókedvel, derűvel töltsön el bennünket. Nada te turbe, semmi se bántson, semmi se fájjon, ha Isten él benned, több nem kellhet. Amen.